Itt állok Marosvásárhelyen gyerekkorom helyszínén, és azon gondolkodom, hogy normális-e az, hogy ma egy olyan alapvető jogért kell itt tüntetni, amit nem is lenne kérdés, fel se lehetne vetni normális esetben. De úgy gondolom, hogy a leginkább azt kellene feltenni kérdésként a román nemzetiségű erdélyi állampolgároknak, hogy, vagy a bukarestieknek is, hogy mit gondolnak, hogy éreznék magukat, hogyha mondjuk egy baleset során nem tudnák elmondani külföldön, hogy mit éreznek, milyen betegségük van, hol fáj. Úgy kellene ellátni őket, hogy nem értik meg az orvossal egymást. Szeretném tudni, hogy feltették azt a kérdést, hogy a Magyarországon balesetet szenvedett román anyanyelvű állampolgárok miért kapnak Magyarországon egy tolmácsot, hogy el tudják mondani a problémáikat. De egyszerűen azért, mert elképzelhetetlen, hogy egy beteget akár egy alkalommal is kezelni lehessen, anélkül, hogy ő megérteni magát az orvossal. Nem néhány éve, néhány évtizede ide költözött bevándorlók vagyunk. Én azt hiszem, hogy ennek az ősi magyar népnek joga van, a magyar anyanyelvű oktatáshoz joga van, a magyar anyanyelvű orvosokhoz joga van ahhoz, hogy itt az ősi földjén megkapja a megfelelő ellátást, a megfelelő jogokat, és a törvényeket, amik vannak, léteznek, élnek, legalább betartsák. Nem csak egyik nemzetiség esetében, hanem minden nemzetiség esetében. Én azt kérem először is, hogy onnan a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetemből, egyetem épületéből tisztelten megkérem az egyetemistákat és az orvosokat, a tanárokat, hogy jöjjenek ki, álljanak ide mellénk, álljanak ide ezek emberek mellé, akik vállalják itt a több órás, néha zaklatást is, kintlétet, tüntetést, mennek Bukarestbe is tüntetni. Tessék kérem melléjük állni, tessék kijönni onnan a falak mögül, a biztonságos helyről, itt a helyen minden egyes egyetemi tanárnak. Köszönöm szépen!